Elkészült és hivatalosan is átadták a 3805-ös jelű utat Zemplénben. A Sárospatak-Alsó-Berecki közötti szakaszról van szó, amelyet a Vajnácskai útként emlegetünk. Ez volt az egyik legrosszabb a térségben. Uniós és hazai források bevonásába készült el, nem csak ez a megyében. Nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen mérvű, útfelújítása megyében, mint, mint ezen az évben. Ezt mondta az idei országos útfelújítási program keretében elkészült útfelújításokról a Magyar Közút megyei igazgatója. Összesen 86,6 kilométernyi szakasz rendbetételére nyertek pénzt, ezzel a több tíz éves már leromlott és magas karbantartási költséggel üzemeltethető utakat tették rendbe. A Vajdácskai 5,3 kilométeres út nagy jelentőséggel bír a községben élők számára településünk számára nagyon fontos volt, hogy végre elkészüljön ez az útszakasz. 1300 fős településből viszonylag sokan járnak Sárospatakra dolgozni, illetve iskolába, úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon nagy segítség nekünk, és szeretnénk is köszönetet mondani ezért, hogy végre sikerült ezt az útszakaszt befejezni. Erre mondják, hogy a térségi elérhetőség javítása a cél, mely megvalósult ez esetben is. A kivitelezés során figyelembe vették a helyi adottságokat is, a csapadékmennyiséget és a talajszerkezetet pályaszerkészetet feldarálva, ahhoz különböző anyagokat, cementet, követ adva egy új út alapján létre, és erre készült volna az aszfalt burkolat, ami a tervezési adatok alapján elégségesnek is látszott, de ugye itt a tavasszal olyan jelentős csapadék volt, hogy egyszer nem lehetett elérni azt a teherbírást a Remix rétegen, és egy további CKT cementes kötőréteget kellett még erre teríteni, és így megfelelő terbírás lett, amire tudtuk az aszfaltot tenni. Az útfelújítások jogos igényei a polgároknak. Tervezés és forráskeresés után kezdhetnek neki a Vajdácskai úttal már a Bodrog köz is jól elérhető, bár a cél a Cigendi út teljes felújítása, mondta Hörcsik Rihárd. Bodrogköznek köznek két fontos ütőere van közlekedési szempontból. Az egyik itt megy Vajdácskán keresztül, és mivel még a cigánt sárospatak útvonal nincs felújítva, illetve a tervezése ugyan befejeződött, de a források előkerítése bizonyos időt vesz igénybe, tehát addig a forgalomnak a nagyobb része itt fog zajlani és azért volt fontos, hogy legalább egy ütőeren keresztül, úgymond, nyugodtabban lehessen közlekedni, tehát balesetmentesen lehessen közlekedni. A parlamenti képviselő azt mondta, a cigánd Sárospatak közötti út felújítása mintegy 4 milliárdos költséget jelent, melynek előteremtése a következő hónapok egyik kiemelt feladata lesz.